Édesapám Bukovinából származott. Születésem előtt 2 évvel, 1941. júniusában telepítették a hadikfalvi székelyeket Bajmokra és környékére. Nagyon szépen indult a szüleim élete, mert kaptak egy kis házacskát. Földet nem kértek, mert édesapám asztalos mester volt. Kezdtek gyarapodni, édesapám Budapestre ment dolgozni. Októberben bemondta a rádió, hogy a székelyek meneküljenek. Székelyasszonyok azt tudták, hogy jaj, milyen szép pityókák teremtek Bukovinába, milyen nagy káposzták, de senkinek nem volt valami reális történelem tudata. Én semmit nem tudtam, mind addig, amíg 68-ban meg nem ismerkedtem Domokos Pál Péterrel. Uh-huh. Péter bácsi adta a kezembe azokat a könyveket, újságokat, mindent, ami kellett ahhoz, hogy én tulajdonképpen felfogjam, mert itt nem volt élő ember közöttünk, aki el tudta volna mondani a történelmünket. Hegyek, völgyek, vaddigetek, hadd bújdossak én bennetek, hadd bújdossak a vadokba, sírjak a kis madarakval. Amikor iskolába mentem, én nem azt a pályát választottam, én tanítónő akartam lenni, és akkor férjhez mentem, gyermekem született, elváltam, és utána már hiába epekedtem, hogy menjek néprajzi egyetemre, mert nem volt módom rá, hanem meg kellett élnem. Tanítónő voltam Érden, mentem itt nem messze az utca végén, egy öreg bukovinai székely esett nekem, hogy Rózsi, te tanultál, és nem csinál semmit. Mindenki ott énekel a tévében, mi sokkal szebbeket tudunk, és te fülelsz, és nem dolgozol, és nem csinálsz semmit. Jól lehordott. És 1971. december 1-én megalakult az érdi székely népdalkör, és ezt 42 évig vezettem. A 73-ban meghirdettek egy pályázatot, a Népművelés Intézet. 3 pályázatot indítottak el. Az egyiknek az volt a címe, hogy Szóljatok, játszók, regölők. Én az első évben küldtem be egy pályázatot egy Érden élő, majdnem közeli rokonunknak a élettörténetét meséltem el, ami a kiböjtölés történetére épült fel. Akkor kezdtem el először feldolgozni valamit. Azt a címet adtam, hogy Csiki Véró élete. Ez a Csiki Véró, ez az én mostoha nagyanyám. Beleegyezett, és akkor én először a forgatókönyv pályázatot nyertem meg, és utána pedig Szolnokon volt a bemutató, és ott is megnyertem a nagydíjat. Még abban az esztendőben a népművészet ifjú mestere lettem, Halmos Bélával és Sebő Ferenccel egyszerre, mi hárman először a díj történetében. Én az uramot soha nem szerettem. Nemes akartam hezza menni, de ők erős gazdagok voltak, s mű erős szegények. Édesanyámék örökké mondták, eredj hezza, lesz sok földetek, nem kell menj szolgálni, szépen öltöződhetsz. Hát ugye, melyen a fiatal, hallgat a szüleire. Én is még csak 16 esztendőske voltam. Elmentem az emberem után, de higgyék meg, egész életembe egy jó órám nem volt mellette. Imán 3 esztendeje asszon voltam, s nem született gyermekünk, de nem volt gyermekik a sógorasszonkáimnak se. S egy nap nekem a filmbe jutott, hogy a faluba nemes emlegetnek Münköt egyébként csak a Simon Ferenc Józsi östermenyeinek. Nálunk a meddőknek mondották azt, hogy österek, s ez a műidőnkbe
erős nagy szégyen volt, mert ugye minden asszonynak volt bár 6-8 gyermeke, és azt tartották, hogy amelyik asszonynak nem adott gyermeket az Isten, annak valami erős nagy bűnje van. Volt nekünk egy ügyes kicsi komacskánk, az asszonyával is erős jól voltunk. Jártunk egymás életjébe, mi soha egy pohárka pálinkát egymás nélkül meg nem ittunk. Nos, egy nap az uram elment fuvarba, s a komacskám oda történyedett nálunk. S akkor megpanaszkodtam neki, ne édes komám uram, csúfolkodnak vélünk az asszonyok, azt mondják, hogy österek vagyunk, pedig az embereink magtalanok. Komám uram, az Isten megfizeti, segéljen meg!